Rendőrautóval ütközött egy ittas sofőr a Váci Mihály utcában. Egy parkolóból kanyarodott ki az autós, miközben áttért a szemközti sávba, ahol érintőlegesen karambolozott a szemből érkező járőrgépkocsival. A koccanás után kiszállt az okozó és elvágódott. Egy szemtanú szerint szinte kiesett az autójából. Kiderült, erősen ittas volt, ezért vérvételre vitték. A balesetet vizsgáló sárvári helyszínelőknek később azt mondta, a rendőrök hajtottak az ő kocsijába, majd leteperték, hogy elvegyék ittassága miatt a vezetői engedélyét. A sofőrnek már korábban is bevonták a jogosítványát azért, mert ivott, mielőtt a volán mögé ült.